Hogyan tekintenek a jövőbe itthon és világszerte a piacvezető vállalatok első számú döntéshozói? A PwC magyarországi vezérigazgató felmérése idén harmadik alkalommal 7 iparágból, közel 150 vezérigazgató megkérdezésével mutatja be a hazai és a világgazdaság legjelentősebb iparági képviselőinek véleményét, az őket foglalkoztató kérdéseket és a jövőre vonatkozó fő terveiket. Tavaly már láthattuk, hogy a bizonytalanság vált az egyetlen biztos ponttá az üzleti életben. Miközben ez alig változott, a kilátásokat tekintve idén a világ vezérigazgatói csak úgy, mint a magyar vállalatvezetők, bizakodóbbnak tűnnek. A bizakodás bizonyosan nem abból fakad, hogy az őket aggasztó gazdaságpolitikai tényezők elhárultak volna. A válaszok alapján az optimizmus egyik oka sokkal inkább az, hogy a vállalatvezetők újult erővel fordulnak az ügyfelek és a piacok felé. Hogy milyennek látják a jövőt? Főként olyannak, amely nagy léptékű technológiai fejlődést és ezzel újfajta értékteremtést hordoz. Az átalakuló gazdasági erőviszonyok miatt új fogyasztói réteg kialakulásához vezet, valamint demográfiai átalakulással jár és új munkaerőt ad a piacnak. A vezérigazgatók tehát látják a főbb kihívásokat. A kérdés az, hogyan készítik fel vállalatukat úgy, hogy közben megtalálják a megfelelő egyensúlyt is.